A Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai már a megújult intézményben kezdhették a 2018-2019-es tanévet. A beruházás a tervezett határidőre, a nyári szünet végére elkészült. Az intézményben 267 diák tanul, közülük 222 fő hátrányos helyzetű. A beruházás ennek a több mint 260 tanulónak a diákéveit segíti. A fejlesztés során megújultak a tantermek padlóburkolatai, a falburkolatok, amelyek már ugye 50 évvel ezelőtt készültek, nagyon nagy szükség volt erre a felújításra, valamint ahogy látható is, a folyosón a padlóburkolat, az oldal falburkolata megújult, valamint az irodahelyiségekben a padlóburkolatok. A tantermek ajtajai cserélésre kerültek, nagyon nagy szükség volt rá, mert már nagyon régiek voltak és megrongálódtak az évek hosszú során, valamint az elektromos hálózatnak a felújítása is megtörtént. A mostani beruházást egy elnyert EFO pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát 150 millió forintos visszanemtérítendő támogatással újítottuk fel. Természetesen azért került bele ez az iskola, mert régen voltak felújítások, belső felújítások, az önkormányzat jó voltából a külső az nagyon szépen megújult, viszont a gyerekeknek a fejlődéséhez, ahhoz, hogy a kulcskompetenciáikat tudjuk fejleszteni, szükség volt arra, hogy megfelelő eszközök beszerzésre kerüljenek, illetve megfelelő környezetben jól érezve tudják a tanulásukat folytatni, és céljaikat el tudják érni. A fejlesztés során a minőségi intézményi infrastruktúra kialakítása volt a cél, a helyi igények és szükségletek alapján. Mindig azt mondtam, hogy a legnagyobb szellemi tőke az iskolában van, hiszen a pedagógusok mind felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és nagyon fontos az a szellemi tőke, az a tudás, amelyet az általános iskolában gyerekek elsajátítanak. A beszédemben is a beruházás átadása kapcsán azt emeltem ki, hogy egy egész életen át elkísérik őket, sőt, akár polgármesterek is lehetnek, mint jó magam, akár tankerületvezetők, akár iskolai igazgatók is, hiszen az általános iskolából fognak a jövőben kikerülni ezek a szakemberek is. Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a diákokat. Ennek a mai fejlesztésnek azért van értelme, és azért van jelentősége, mert a kormány, a város, a polgármester, a képviselőtestületek és a tanárok nem hagyjuk az iskolát. Megújul, megszépül, kicsit jobb ide járni. És mindig azt mondja az ember, hogy igen, ez talán érdemes volt. Tehát azt kívánom nektek, kedves gyerekek, most mondhatnék mindenféle tanmeséket meg, stb., hogy legyetek büszkék, hogy ugye a kisvárosból származtok, legyenek céljaitok, és próbáljátok ezeket a célokat jól megélni. Mindig legyetek mosolygósak, vidámak. A városvezetés következő terve egy sportcentrum kialakítása, amely megkönnyítené a mindennapos testnevelést.